Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Önök a Telene magazint látják, és mutatom mindjárt, mivel készültünk mára. Bérletet kapnak a mözsi gyerekek, erről is döntött az önkormányzat. Mit együnk, igyunk a nyári melegben? Kiállítás, halfőzőverseny és zenés programok az idei Bárka Fesztiválon. Megemlékeztünk Tolna leghíresebb fotósáról, Tomecskó Frigyesről. Rendkívüli testületi ülés zajlott Tolnán. A képviselők többek között határoztak arról, hogy tilos lesz parkolni a Lovarda és a Magház közötti útszakaszon, de határozat született arról is, hogy a régi szeméttelep mentén kerítés épül. A mözsi gyerekek pedig igénybe vehetik azt az utazási támogatást, melyet a város biztosít számukra a bejáráshoz. A Tolnán működő forgalomszabályozási munkacsoport lakossági kérdésnek eleget téve vitte az önkormányzat elé azt a témát, ne lehessen autóval megállni a Lovarda és a Magház közötti szűk útszakaszon. A forgalomszabályozási munkacsoport már korábban is tárgyalta ezt a lehetőséget, korábban még 2020-ban, de most a felülvizsgálat során 2022-ben is kaptunk lakossági megkereséseket, hogy vizsgáljuk felül a Lovarda udvarba, nevezzük így a területet, parkolást, hiszen az út két oldalán állnak a járművek. Ez egyrészt a járműforgalmat is nehezíti, a kibemozgást, másrészt ugye mind a Lovardához, Magházhoz, Uszodához, illetve a Játszóházhoz csak ezen az úttesten keresztül lehet gyalogosan vagy kerékpárra közlekedni, hiszen nem vezet hátra járda, nem is nagyon tudunk hova kiépíteni, tehát ez az út bonyolítja le a gyalogos forgalmat is. Ezért fogadta el azt a lakossági javaslatot a munkacsoport, és tegnapi nap folyamán a képviselőtestület is, hogy most felújított burkolaton ne engedjük meg a várakozást, a parkolást, hanem hátul az épületek környékén lévő parkolókban biztosítsuk ezt, hiszen mind a Magháznál, mind a Lovardánál, Játszóháznál, illetve az Uszodánál is kellő számú parkolóhely áll rendelkezésre, sőt ugye korábban előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a Játszóház előtt bővítenénk is a parkolóhely számot. Ez azt a célt szolgálja, hogy biztonságosan, kényelmesen lehessen az autókat elhelyezni a Lovarda udvar területén. Azért döntöttünk most augusztusban, és szeretnénk ugye augusztus hónapban bevezetni, mire az iskola szezon, ugye a gimnázium működése elindul, addigra már egy szabályozott keretek között történjen itt a parkolás. Képviselői kérés volt, és ezt fogadta el a testület, hogy a Lovarda bejárata előtt alakítsunk ki, ez gyakorlatilag kijelölést és felfestést jelent, egy mozgáskorlátozott parkolót is, segítve ezzel az objektumhoz érkező mozgáskorlátozottak parkolását. Az önkormányzat szakemberei szigorúan ellenőrizni fogják a parkolási rend betartását, ígérte Berta Zoltán. Mint arról korábban hírt adtunk, bezárt a mözsi iskola, ahol az utolsó tanévben csak alsó tagozat működött, és a gyerekek Tolnára járnak majd szeptembertől iskolába. Őket segíti majd döntésével a város önkormányzata. Mözsi tartózkodási helyen, illetve lakóhelyen rendelkező általános iskolások számára, akik a Tolnai Vosinszky Mór általános iskolába járnak, támogassuk a beutazást, a busszal való beutazást, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy mind a felsősök, mind az alsó tagozatos diákok részére a havi bérletet megvásároljuk, pontosabban a tankerülettel fogunk együttműködési megállapodást kötni, a tankerület vásárolja meg, önkormányzatunk pedig támogatás formájába adja át az ehhez szükséges forrásokat. Csak az alsó tagozat volt már működött Mözsön, tehát szeptembertől már ez sem indul el, de korábban ugye a felső tagozatosok esetében már működött ez a támogatás, amikor megszűnt a felső tagozat, ezt most az önkormányzatunk visszahozná, tehát mind az alsó, mind a felső tagozatos diákokra vonatkozik. Az év hátralevő részében ez mintegy 300 ezer forintos költséget jelent az önkormányzatunk részére, amit képviselőtestület természetesen egyhangul megszavazott. Néhány hónappal ezelőtt a város megbízásából elkészült a rekultivált egykori szeméttelep felülvizsgálata. A felmérés során kiderült, hogy jelentős hozban közel 400 méteren hiányzik a biztonsági kerítés az objektumról. Ennek pótlására készült előterjesztés.
Ennek az újjáépítése szükségszerű, ezt ugye mi a rekultiváció során vállaltuk, ennek fenntartási kötelezettsége az önkormányzatnak a feladata. Saját vállalkozásunktól, a Kft-től kértünk árajánlatot, mint egy-egy millió forintos költséggel vállalkozói díj ellenében a Telena Kft. Fogja a kerítést pótolni, megépíteni, illetve arról is döntöttünk tegnap, hogy kiegészítjük a már az objektumot megfigyelő kamera rendszert, további kamerát fogunk kihelyezni a volt rekultivált telep további pontjait is bekamerázzuk, figyelve azt, hogy reményeink szerint a jövőben ez a kerítés megmaradjon. Ez a szeméttelep bezárásra került, rekultivációra került. Igazából azt kell mondjam, hogy szerencsére kultúrállapotban van. Megszűnt az illegális szemétlerakás is. A volt szeméttelep területén egyáltalán nem tapasztaltunk. Az odavezető út mentén sajnos még mindig előfordul illegális hulladék lerakása, de lényegesen kisebb volumenbe, mennyiségbe, mint azt a korábbi években történt. Az önkormányzat eddig is, a jövőben pedig még inkább ellenőrizni kívánja a szeméttelep környékének rendjét, mondta Berta Zoltán, hiszen így szorítható vissza a környezetkárosítás. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit és mennyit eszünk a nyári melegben, de a napi vízfogyasztásunkra is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. A dehidratáltság komoly veszélyekkel járhat, de a nehéz, zsíros ételek sem tesznek jót a kánikulában. A nagy hőségben érdemes friss, hidegen fogyasztható ételeket, könnyű leveseket, salátákat fogyasztani. Riportunkban szakember mondja el a tanácsait a nyári étrenddel kapcsolatban. Az elmúlt hetek extrém hősége jelentősen megviselte mind a felnőttek, mind a gyerekek szervezetét, és még nincs vége a nyárnak. Mit együnk, mit ígyunk a nyári hónapok alatt? Melyek azok az ételek, italok, amiknek a fogyasztásával a legkevésbé terheljük a szervezetünket? A legfontosabb talán, hogy mivel hidratáljuk magunkat, hiszen a nem megfelelő folyadékfogyasztás akár már néhány óra alatt is komoly problémát okozhat. Az enyhe fejfájástól kezdve az eszméletvesztésig szinte bármi előfordulhat, ha a szervezetünk dehidratáltá válik. De hallgassuk meg a szakember tanácsait. Igyunk sokat. Ez az első tanács, hogy nagyon sokat igyunk, és vizet igyunk. Tudjuk jól, hogy a kávé, meg az energiaitalok, és az alkoholos italok is, ezek vizet vonnak el a szervezetből. Tehát az a tanács, hogy mondjuk akár minden kávé után egy pohár víz, energiaital nem olyan nagyon ajánlott ebben az időszakban koffein tartalma miatt, és az alkoholos italok meg szintén nem jó ötlet, hogyha kánikulában ilyeneket iszunk főképpen, de hát nyilván azért a jó idegsör biztos jól esik. Lényeg az, vannak most már ugye ezek a gyümölcsös változatok is, vagy aki esetleg szereti az alkoholmentes sört. Lényeg az, hogy sok folyadék legyen, és az nagy többségben víz. Lehet az csapvíz, lehet ásványvíz, lehet buborékos, lehet sima, de víz. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy nem csak a gyerekeknél kell ügyelni arra, hogy igyanak, hanem az idős embereknél is. És az idős embert is ugyanúgy figyelmeztetni kell, hogy igyon folyadékot, mert nagyon sokszor a vérnyomás problémák, meg a szédülés, meg az összeesések, a rosszul létek abból adódnak, hogy kiszárad a szervezet, és emiatt következik be a rosszul lét. Ugye a gyerekeket itatjuk, az időseket kevésbé. A kisgyermekek folyadékfogyasztásánál érdemes figyelembe venni a korukat, illetve a testsúlyukat is. A gyerekeknél főleg attól is függ, hogy még mit esznek, tehát mit fogyasztó, a kora, tehát a kor meghatározó. Ugye a gyerekek, a csecsemők még szopnak, vagy tápszert is kapnak, az is folyadék, és a kisgyerek pedig, ő már felnőtt ételeket eszik, tehát ő már ihat nyugodtan, ugyanúgy, mint a felnőtt. Én őszintén szóval nem vagyok híve ennek a 3-4 liter víz ivásának. Én azt mondom, hogy egy 1,5-2 liter víz, például egy felnőtt szervezetnek az jó, az ideális. A gyerek nyilván arányaiban kevesebbet ennél, és hát ugye ő eszik még levest, tehát az is az egész napi folyadékot kell számolni.
Levessel plusz bag. A kánikula ideje alatt jó, ha az étkezést is átalakítjuk, már csak az miatt is, mert ki akarna a hőségben a forró konyhában a tűzhely mellett állni és főzöcskézni. Ilyenkor jobb, könnyedebb, egyszerűbben elkészíthető ételekre cserélni a napi menüt. Együnk könnyű ételeket. Ha szeretjük is ugye a gulyáslevest, pörköltet, stb. Most nyilván a háziasszonyok is úgy gondolják, hogy jó lenne minél kevesebbet a meleg tűzhely mellett tölteni, és akkor olyan ételeket készítsünk el, hogyha ha tehetjük, amik hamar készen vannak, ugye nem igényelnek sok sütés-főzést. Ezek közül hát most nagyon ajánlom a gyümölcsleveseket, bármelyik gyümölcsből, bármilyen formába, krémlevesbe, vagy csak a hagyományos változatba. A saláták, tésztasaláta, zöldsaláta, szintén minden mennyiségben. Könnyű húsok, ugye a grill szezon van, tehát lehet a grillezett húsokat is, és főzelékek, és hát ilyen jellegű ételek, amik nem nehezítik el a szervezetet. A görög dinnye népszerű nyári elede, sokan a nagy víztartalma miatt is szívesen fogyasztják. A szakember mégis azt ajánlja, hogy azok, akik diétáznak vagy cukorbetegek, mértékkel legyenek a gyümölcsből, hiszen a magas cukortartalma hatással lehet a vércukorszintre. Most rövid reklám következik, majd arról számolunk be, hogy milyen programokkal készül a Város Közművelődési Intézménye az egyik legnagyobb ünnepre, a Bárka Fesztiválra. Maradjanak velünk, mindjárt megtudhatják a részleteket. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balónékukat@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A nyár, de talán az egész év legfontosabb gasztro-kulturális rendezvénye a Bárka Fesztivál. A rendezvénysorozat a tavalyi esztendőben, a járvány miatt csak korlátozott méretben és szigorú szabályok között szerveződhetett meg, így a Kulturális Központ munkatársai idénre egy mindent kielégítő programsorozatot ígérnek. A Bárka Fesztivál Tolna kulturális életének egyik legfontosabb eseménye. Közösségformáló ereje van, és azokra a kapcsolatokra emlékezteti az itt élőket, mely a Dunához köti a tolnaiakat. A Bárka Fesztivál a tolnaiaknak nagyon fontos. Egyrészt a Duna miatt. A Duna az a tolnaiaknak egy alapeleme volt, és az, annak a megőrzése, megtartása megvan. És hát mivel Dunában hal van, tehát a halfőzés is egy remek tolnai hagyomány. Igyekszünk olyan programot összeállítani ekkor, amikor a tolnaiak megmutathatják a saját
értékeiket, azt, ami hozzáköti a tolnaiakat ehhez az egész hagyományrendszerhez, a Dunához, és ennek az ápolása hogy történik ma. Most mindenki azt emelgeti persze, hogy a Covid után fontos az, hogy újra össze lehessen jönni, újra lehessen beszélgetni, találkozni, és ez többek között ezt is szolgálja, de hát eredetileg is ezt szolgálta még Covid nélkül is. Egy ilyen hagyományokra épülő rendezvénysorozatnak kell lennie olyan elemeinek, melyek nem mozdíthatóak. Azt hiszem, hogy a halászléfőző. Ebben az idén ugyan egy kicsit változtattunk, mert nem csak halászléfőző versenyt indítunk, hanem halpörkölt főző versenyt is, és ebben is lesznek remek nyeremények. Van is jelentkezőnk nagyon sok, úgyhogy örülünk neki, hogy ilyen módon folytathatjuk ezt. És hát az, ami a hagyomány, hogy a helyi, a népszokásokat őrző együttesek is föllépnek, fiatalok és idősebbek egyaránt. A programsorozat a hagyományoknak megfelelően egy kiállítással veszi majd kezdetét. Pámerné Büki Klára kiállítása nyílik itt a hátunk mögött látható Magház képtárában. Majd a Dunaparton, az Altaripa Parkban folytatódik a rendezvény, ahol helyi zenekarok, rockzenekarok muzsikálnak majd. Másnap délelőtt ugyanott lesz a halászléfőző verseny, eddig 24 csapat jelentkezett, ez olyan 400 ember körülbelül, akit ez érint. Büféket, elárusító helyeket is építünk ki ezen a környéken. Tehát a délutáni program 16 órakor indul úgy, hogy a gyerek programok a játszótér felüli oldalon, majd 16 órakor a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar kezdi a színpadon a produkcióját, és utána, egy órás műsora után a helyi ifjúsági és idősebb csoportoknak a bemutatója kezdődik, és tart körülbelül 18 óráig, majd ezt követően technikai szünet van, hiszen a színpadot szerelik, és 8:30-kor kezdődik majd a Budapest Bár koncertje. Az este zárásaként pedig egy látványos tűzsó veszi majd kezdetét a Dunavizén. Ez annyit tesz majd, hogy egy edényből magasra lőnek vízsugarakat, amiket különböző színű megvilágítást ér, mögötte lángok gyúlnak majd, és mindez egy hangulatos zenével hozza azt a programot, amit ugye augusztus 20-ára már megelőlelkezünk ezzel. Az 1983-ban elhunyt Tomecskó Frigyes fényképész, helyi alkotó volt, aki fotókrónikásként mindent megörökített Tolnáról. Így a képek alapján megismerhetjük, hogy a 30-as, 40-es, 50-es években miként éltek a tolnaiak. A család, de elsősorban a testvére, Steinbach Ferencné, a mai napig őrzi és kezeli a tolnaiak fotósának hagyatékát. De 1913. július 31-én született, ő volt a legfiatalabb a családban, két nővére és két bátyja volt, akik felnőttek lettek, még volt több testvér, de hát azok picikorukban meghaltak. Itt Tolnán született, az általános iskolát, elemi iskolát itt végezte Tolnán, és mikor az befejezte, akkor a tanítói azt javasolták, hogy engedje el a nagymamám tanítóképzőbe, kollégiumba is tanító legyen belőle, de a nagymama nem engedte el. A nagymamám barátnője volt a Róth János fényképész feleségének. Tehát az itt volt Tolnán fényképész, a Róth János bácsi. És talán ennek hatására lett az apu fényképész. Fölkerült Pestre, és ott ilyen tanonciskolába járt. És nagyon jó nevű, Szevcsik nevű fotós volt a tanára, és hát ott elvégezte az ipariskolát. 27-ben lett segéd, és 30-ban szabadult föl teljesen, tehát akkor kapta meg a diplomáját. A Deák Ferenc utca 2 szám alatt volt az első üzlete. Ez egy Lövi Mihálynak volt egy röpös üzlete az utca felől, és bent az udvarba, tulajdonképpen egy udvari lakásba, ott volt a
az első fényképész üzlet. Ott volt 1950-ig, amíg azt mondták, hogy nem maradhat már ott. És nagyon, nagyon fellendült az üzlet. Tehát nagyon sok helyre járt ki, vidékre is fényképezni, iskolákba, óvodákba. Hát szerintem mindenkit lefényképezett, aki arra járt. 45 nyarán, amikor a visszavonulás volt, akkor 45, igen, akkor fogságba esett, orosz fogságba esett, és 47. szeptember 27-én jött haza. Úgy emlékszem, hogy így volt, szeptember vége felé jött haza. Az üzletet teljesen földúlták az oroszok, mindent kidobáltak, úgyhogy a háború előtti felvételekből nagyon minimális dolog maradt meg, de azt mesélték sokan, hogy az utca tele volt Tomecskó képekkel, annyira szétdúlták. 56 az egy borzasztó év volt, ugye? Volt a Dunaharaszti földrengés, akkor egy kisfiú volt a családnál, hát ilyen bérbe addig, míg fölépül, minden a család összeszedte magát. Aztán jött az 56-os jeges árvíz, a rengeteg felvétel, hát legalább 200 felvétel van itt a szekrényben. És akkor jött 56, élelmiszert vittek föl Pestre teherautókkal, a sokan Tolnáról is, és az egyik teherautón ő is ott volt, és hát fényképezőgéppel a nyakán, és hát rengeteget fényképezett. Ezeket a fényképeket jól elrejtette, nagyon későn találtuk meg őket, és szerintünk van olyan is, amit nem biztos, hogy ő fényképezett, hanem úgy ő jött talán be az üzletbe. De hát ez nagy szenzáció volt akkor, amikor azt mondta, hogy na most már megnézhetitek. Hát ez már, igen, csak felnőttek voltunk. A negatívok azok szerintem még most se kerültek elő. Nem tudom, hogy az utókor hogy fogja megőrizni, vagy hogy tudja megőrizni, főleg ebben a digitális világban már a fényképeknek nem sok értékük van. Nagyon kevesen értékelik úgy a fényképeket, ahogy mi értékeltük. Hát, nem akarok túlzásba esni, de hát 1200-1500 fénykép biztos van itt a szekrényekben jobbra-balra, és sajnos nincsenek rendszeresítve. Amikor egyszer-egyszer úgy rendbe hozom, akkor valaki kér valamit, és akkor elkezdem keresni, és akkor megint összekeveredik az egész világ. Úgyhogy szerettük az apánkat, azt hiszem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!